értéket adunk az időnek. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Erdő Péter bíboros primás érsekatyát. 19. majálisunkon. Ahogy a televíziónak már volt módom ma délelőtt nyilatkozni, erre azért került sor, mert abban az évben volt az Esztergom Budapesti Főegyházmegyének a zsinata. Ez nyitotta meg a rendszerváltás után az egyházmegyék belső éledésének a folyamatát. És kialakult gyakorlat, amelynek igen hangsúlyos képviselője bíboros atya, hogy itt a majálisnak a koronáján, a szentmisén, pontosabban azt megelőzően, valamilyen fontos kérdésről bíboros atya megnyilatkozik. Ha visszakeresnénk évről évre ezeket a megszólalásokat, amelyek riportok formájában, beszélgetős formában, vagy előadás formájában történnek, igen érdekes vonalvezetéssel találkoznánk. Így kerül sor most is a szentmise előtt erre a előadásra, beszélgetésre. Kérdezem bíboros atyát, hogy a hit évében számára, most már fél időben vagyunk, mi a fő üzenet, és hát mivel a fél időt már átléptük, mik a legfontosabb gyümölcsök, amiket lát egyházmegyénkben, világegyházban, és mikor egyházmegyénket látogatja a plébániáit, nyilván széleskörű tapasztalatot szerez arról, hogy hogyan élik katolikusaink a hitet. A hit évének az egyik legfontosabb hangsúlya, amit még 16. Benedek pápa fogalmazott meg, az, hogy a hitünknek tartalma van. Tehát soha nem mondhatjuk azt, hogy eléggé ismerjük a hitünket, hanem felnőtt korban is nem pusztán bibliaórára, de igazi felnőtt katekézisre van és lehet szükségünk, ha a plébániákon, a lelkiségi mozgalmakban, a közösségekben valamilyen jó vezérfonal, mondjuk a katolikus egyház katekizmusa, vagy annak a rövid összefoglalása mentén tartják ezeket a tematikus beszélgetéseket, akkor joggal mondhatja a felnőtt ember is, hogy tettem valamit a hitem megismeréséért és elmélyítéséért. Tehát tartalma is van a hitünknek. A második nagyon fontos dolog, hogy ezt a tartalmat és ezt a hitet tovább kell adni. Tehát az új evangelizáció és a hit éve szorosan összetartozik egymással. Evangélium, vagyis örömhír. Nekünk örömhírünk van. A hitünk tartalma olyasmi, aminek örülünk, mert értelmet, értéket ad az életünknek. És ha nekünk ez a legnagyobb kincsünk, akkor természetesen indítást érzünk arra, hogy ezt továbbadjuk másoknak is. Tehát nem a saját jóközérzetünk, nem egy társasági összejövetel csupán a hitnek a megélése, hanem mindig misszió. Azt hiszem, ez a két nagy hangsúly jellemzi az idei évünket. Hitünkkel kapcsolatban ugye megállapíthatjuk, hogy tartalom és forma. Jó páran vannak olyanok, akik katolikusnak vallják magukat, de sose kaptak igazán bevezetést a hitbe, illetve csak felnőtt korban találkoznak. De sokakra elmondhatjuk a magyar társadalomban. Mit érez bíboros atya tapasztalatai alapján leginkább akadálynak a kívülállók, vagy a köztünk lévők, de a hitet felnőttként meg nem ismerők esetében? Mire figyeljenek azok, akik evangelizálnak? Hát, hadd mondjak rá először is egy történelmi párhuzamot. 1989 előtt egy-két évvel egy Amerikában működő magyar teológus professzor, egy ferences szerzetes járt Esztergomban, és találkozott a szeminárium tanáraival. Ott lehettem köztük, és azt a kérdést vetette fel, hogy mi, teológiai tanárok, föl vagyunk-e készülve arra, ha új lehetőségek nyílnak, akkor komoly elméleti vitát folytassunk a marxizmussal. Mi azt mondtuk, hogy hát lelkileg a szabad hithirdetésre nagyon fölvónánk készülve, de nem gondoljuk, hogy a marxizmussal kell majd vitatkoznunk, mert amerre mi körben nézünk, hát hívő marxistát nemigen találunk. Na most jelenleg is egy kicsit hasonló a helyzet.
Vagyis nem egyik vagy másik ideológiának az elvei jelentik a legnagyobb akadályt a hit elfogadásának az útjában, hanem egy kulturális szétesés. Tehát ha az ember egyáltalán nem tud már koncentráltan gondolkozni, vagy úgy érzi, hogy semmi értelme, talán reménytelen dolog is az életet valamilyen értelmes programként fölfogni, hanem hát sodródunk az eseményekkel mindig, amire éppen alkalom van, hát akkor bizony egy új típusú nehézséggel nézünk szembe. A egyetemen működve találkoztam sokszor olyan diákokkal, akik második, harmadik, negyedik év után nem csak megszakították vagy szüneteltették a tanulmányaikat, hanem kifejezetten abba hagyták. Egyszerűen azért, mert kaptak Angliába vagy Amerikába egy fél év ösztöndíjat. Hát most azért, mert adódik egy pillanatnyi lehetőség, akkor felejtsük el, hogy mit akartunk kezdeni az életben. Tehát az ilyenfajta sodródás a mai embernek az életében nagyon gyakori. Magyarán a hit továbbadásának első fő akadálya egyfajta szétszórtság és érdektelenség, nem pont a mi hitünk iránt, hanem minden iránt, ami az életnek valami egységes, komoly irányát mutatná. Tehát azt hiszem, hogy ebben a tekintetben van egy nagyon nagy feladat előttünk. Mert egyrészt a szétszórt emberekhez is szólni kell. De nem lehet hosszú logikus érveléssel fordulni ahhoz, aki azt képtelen meghallgatni. Hát akkor a kommunikációnak minden nyelvén el kell kezdeni beszélni, vagy tovább kell beszélni, bizony az interneten keresztül is, bizony a legkülönbözőbb művészeti ágakban is, de mindig annak a tudatában, hogy egy-egy úton, egy-egy módon nem lehet mindent továbbadni a hitünkből. Tehát kétperces, rövid képek, vagy nagy benyomások, érzelmi jelképek alapján nem lehet mindent elmondani a keresztény tanításból, hanem lehetnek az első találkozásnak eszközei, és kell, hogy legyenek a hit későbbi megismerésének külön, jól kidolgozott útjai is. A hit nem csak belső döntés és elmélet, hanem a szeretetnek a megélése, és hitből fakad az igazi szeretet. Sokfele jár az egyházban, lát példákat külföldön, ismeri plébániáinkat. Mit tudna ajánlani, mik a szeretetnek, közösségi, egyéni szeretetnek manapság a legfőbb útjai, formái, különösen azok tekintetében, amire lehetne még építeni, nincs igazán kihasználva egy-egy terület? Hát először is a szeretet az mindig valamilyen kapcsolatot feltételez. Tehát a szeretet első lépése, hogy lépjünk ki önmagunkból, tudjunk figyelni másokra, tudjunk figyelni az Istenre, tudjuk keresni az akaratát, az arcát, és tudjunk figyelni a másik emberre is. Tudjuk meghallgatni, ha ő kommunikálni kezd, akkor tudjunk megfelelően válaszolni rá. Szóval az első lépése a szeretetnek a kommunikáció. Utána jön a segítés, utána jön minden egyéb. Egyébként a hit továbbadása is a szeretetnek a cselekedete. Nem élhetünk abban az illúzióban, hogy mi a szerénységnek az egyháza volnánk, akik némán végzik a fizikai segítő szeretet cselekedeteit, de nem hirdetik meg Jézus Krisztust. Amikor Szentatyánk Ferenc pápa először szólt hozzánk a Biborosi Választótestülethöz, akkor is hangsúlyozta, hogy az egyház úton levő közösség, hogy építkezünk, mégpedig Krisztusra, mert ő az alap, és hogy ki kell mondani a hitet nyíltan és világosan. Nem elég pusztán segíteni, nem csak egy kormányközi jótékonysági szervezet vagyunk, hanem van egy pozitív igazság a Jézus Krisztus személyéről, amit továbbadunk az embereknek, és ezt kimondani, ez a szeretetnek a cselekedet. Erre kötelez minket a szeretet. Biboros úr jóvoltából a szeminárium kispap állománya, újmisések, paptanárok, Rómába járhattunk Zarándok úton. Köszönthettük a Szentatyát, Székely püspök úr volt, aki
Személyesen is odaléptetett hozzá bíboros úr, most már gyakrabban találkozik a Szentatyával, legutóbbi hírek szerint az európai helyzetről tájékoztatta. Mesélne egy kicsit a személyéről, gondolatairól, így a személyes benyomások alapján. Hát először is egy végtelen jóságos és közvetlen ember, az az ember, aki rá tud figyelni a másikra. Tehát ő tényleg kíváncsi volt a beszámolónkra, tényleg kíváncsi volt a véleményünkre, és reagált is rá a saját tapasztalatai, a saját gondolatai alapján. Szóval nagyon jó volt ezt érezni, jó volt érezni a személyes figyelmességének, az udvariasságának az apró gesztusait is. Tehát micsoda nagyon nagy közvetlenség az, hogyha a Szentatya a vendégei előtt mondjuk kinyitja az ajtót, nem pedig a csöngőt nyomja meg, hogy jöjjön a személyzet és nyissa ki. Tehát azért érezni lehet ilyen apróságokból is a kedvességét és a közvetlenségét. Visszatérve kicsit az egyházmegyénk életéhez, a vizitációk nagyon szépen haladnak, és hát ez egy óriási tapasztalatanyag az egyházmegyénk életéről. Az új evangelizációnak a kettes számú nagy célpontja a közösségek megerősödése plébániákon, lelkiségekből. Mit lát bíboros atya, hogy áll az egyházmegyén katolikus közösségi élete? Tudna egy összefoglalást adni erről? Hát most már több mint 100 plébániát látogattunk végig. Azt lehet mondani, hogy kellemes meglepetések értek. Majdnem minden plébánián vannak olyan közösségek, akik rendszeresen összejönnek, együtt imádkoznak, és segítenek valamit, vagy karitatív munkában, vagy hitoktatásban, vagy akár ilyen külső feladatokban, mint a templom kitakarítása, vagy rendezvényeknek az előkészítése. Tehát eléggé stabil közösségeket látok, családközösségeket is, akik egymással nem csak találkoznak, hanem megosztják egymás gondjait, segítenek egymásnak. Ez engem a legszebb gyerekkori élményeimre emlékeztet, amikor a nagy családok különösebb szervezeti forma nélkül a hit alapján segítették egymást. Hitátadás. Nem lehet elég korán elkezdeni, a család az igazi műhely. De hál' Istennek egyre növekvő létszámú katolikus iskola, intézmény is van egyházmegyénk területén. És hát kicsit bizonytalansággal, de a önkormányzati iskolákban, állami iskolákban is a hitnek, illetve az etika oktatásnak a kérdése azért foglalkoztatja a közvéleményt. Hogy látja bíboros atya, hogy az iskolarendszer, akár felekezeti alapú, akár társadalmi alapú, hogyan kezeli ezt a kérdést? Mire kell nekünk figyelni a jövőben? Lényeges különbség van jelenleg az egyházi és a nem egyházi állami iskolák között. Ez a különbség valószínűleg meg fog maradni. Európában sok helyen úgy tűnt el, hogy az egyházi föntartásúak is nagyon elvilágiasodtak, anélkül, hogy államosították volna őket. Hát reméljük, hogy nem ebbe az irányba tartunk. Nagyon fontos az egy katolikus iskola esetében, hogy ne csak formálisan viselje a katolikus nevet, hanem tényleg a tantestület, a szülők figyeljenek arra, hogy ilyen szellemű, ilyen hangulatú, ilyen légkörű legyen az iskola. Ami pedig az oktatást illeti, ugye az iskolai oktatás számára most egy-két éve először sikerült egy teljes tankönyv sorozatot kiadnunk, hittankönyvek elsőtől érettségig, minden osztály számára egységes sorozatban. Rajta van az anyag az interneten is, úgyhogy aki iskolában oktatja a hittant, annak minden segédeszköz rendelkezésére áll. A háború óta először. A másik nagy vállalkozás, ami készül, és az első 6-7 kötet már megjelent, az értékorientált pedagógia. Ez kifejezetten az egyházi iskolák számára kerül összeállításra, mert hát nem csak hittan van a világon, a többi tárgyakba is ki kell fejezni a katolikus kultúrát, a katolikus azonosságot. Néha emberi értékeknek a megjelenítésével, néha történelmi, irodalmi, vallási ismereteknek, művészeti ismereteknek a közlésével, ami egyébként a tananyagból vagy kimarad, vagy nincs megfelelő súllyal képviselve. Tehát aki katolikus iskolába járt, az mondhassa el, hogy igenis hallott ezekről a dolgokról. Tehát pedagógusoknak és hallgatóknak, tanulóknak a számára készül ez a sorozat,
Például egy apróság énekből is jelent meg most egy ilyen könyv, mert hát vannak olyan énekek, amit egy katolikus iskola diákja az tanuljon meg, ismerjen meg. Hozzá tartozik a katolikus kultúrához. Ugyanakkor nem várhatjuk el, hogy minden iskolába kötelezően pont azt tanítsák. Tehát ezek a kiegészítések is segítik az iskoláinknak az azonosságát, a katolikus szellemét. Etika oktatásra azért hadd térjünk vissza, és a hittan, hiszen most mindenki fölmenő rendszerben gyerekei számára szabadon eldöntheti. Nyilván el kell rázódni a rendszernek. De a fejekben sokszor nem igazából tiszta, hogy miért az egyik, miért a másik, és legyünk reálisak, a szülő generáció jelentős része nem kapott elég egyértelmű eligazítást a korábbi időben, illetve nem hallotta meg azokat a megszólalásokat, amelyek őket ebben eligazítaná. Milyen érveket lehet mondani? Hát még az érvek előtt, hogy állunk? Úgy állunk, kérem, hogy mindmáig nem jelent meg mindaz a végrehajtási utasítás, ami ahhoz kell, hogy szeptembertől a köznevelési törvényt hitoktatás és egyéb vonatkozásban végre lehessen hajtani. Tehát Bölcskei püspök úrral már tavaly júniusban napilapokban panaszkodtunk, hogy méltóztassanak már kiadni a végrehajtási utasítást. Ez máig csak részben történt meg. Például nem tudjuk azt, hogy a hitoktató kap-e óradíjat, mennyit kap, kitől kapja, hogyan. Nem tudjuk azt, hogy hány gyereknek kell jelentkezni egy adott felekezett hittanára ahhoz, hogy külön csoportot lehessen alakítani. Sok mindent nem tudunk, és ez akadályozza a munkánkat. A püspöki kar január 1-jével akart tájékoztató körlevelet kiadni, hogy olvassák fel minden templomban, és mondják el, hogy irassák a szülők a gyereket a katolikus hittanra, így és így kell majd ezt megtenni. Nem lehetett, mert nem jelent meg a végrehajtási utasítás. Kértük, még mindig nem jelent meg, már azt is tudtuk, hogy április 8-a lesz a határidő a jelentkezésre, és még mindig nem jelent meg az utasítás. Ekkor a püspöki kar elkérte a Klebelsberg központtól az összes magyarországi iskolák címét, és kénytelenek voltunk központilag levelet írni mindegyiknek, hogy abban az iskolában a katolikus egyház a hitoktatást vállalja. Mert az volt a tét, hogyha nem jelentkezünk, akkor ott nem lehet katolikus hittanra iratkozni. Tehát jogvesztő határidő volt, de nem volt leszögezve, hogy mit kell tenni. Tehát ilyenféle nehézségeken keresztül küzdötte magát az az első beiratkozási időszak, és ismétlen még mindig nincs minden tisztázva. Na most visszatérve az etikához. Hát, hogy Európában, ahol etika vagy erkölcstan nevű civil tantárgy van, hát annak a tartalmával mindenütt bajok vannak. Tehát a gender ideológiától kezdve a legkülönbözőbb, nem feltétlenül keresztény világnézetű ideológiákat tanítanak ezen a címen. Nekünk ez ugye nem újdonság, ez a fiataloknak új. Mi emlékszünk rá, hogy volt az iskolában is egy időben ilyen tantárgy, hogy azt mondja, világnézetünk alapjai. Hát gondoltam, az nem a mi világnézetünk, de hát ezt tanították. Szóval létezett ilyesmi, ez a kockázata most is megvan ennek a dolognak. Aztán még egy. Hát ha egy állam dönti el, hogy mit kell etika címén továbbadni, akkor ahhoz kellene egy világnézeti egyetértés legalább minimális értékekbe. Ez bizony egy-egy országon belül se nagyon van meg. Sőt, hát még nemzetközi elvárásokkal is bombázzák az egyes országokat, hogy miket kell elismerni, miket nem szabad túlhangsúlyozni, és akkor ehhez sokszor igazodni is kell. Tehát ez egy nehéz dolog, és nehéz az etika oktatás vonatkozásában teljesen optimistának lenni. Minden esetre fontos az, hogy legyenek olyan etikatanárok, legyenek olyan könyvek, ha megengedik, és amikor megengedik a használatukat, amelyek nagyjából azért a zsidó-keresztény értékrendnek az alapjait mégiscsak tartalmazzák. Reméljük, hogy egyelőre lehet majd ilyeneket is használni. Ez azonban nem tévesztendő össze a hittannal. Tehát mi arra hívtuk föl és hívjuk föl a szülőket, hogy a gyerekük számára katolikus hittan oktatását, vagy hit és erkölcs oktatását kérjék. Sok iskolában kedvező a tapasztalat, tehát úgy tűnik, hogy azért minden egyéb propaganda, meg más konkurencia ellenére, akik felekezeti hittant kértek, azoknak országosan azért a nagy többsége katolikus hittant kért.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden iskolában meg tudjuk alakítani a csoportokat. Lehetséges, hogy a kiszoruló gyerekek például plébánián, tehát iskolán kívüli épületben is hitoktatásba részesülhessenek? Hát a kiszoruló gyerekek mindenképpen, de hogy az állam elismerje, mint eddig a fakultatív hittanóránál elismerte, tehát az, hogy elsőbe és ötödikbe mi lesz, az a többi osztályokat egyelőre nem érinti. Ott ugyanúgy folyik a hitoktatás, mint eddig. Tehát vegyes rendszer van, ugye? A többi osztályban mindenképpen lehet iskolai fakultatív hittannak számító órát a plébánián tartani. Mi azért harcoltunk mindig, hogy ezt a kötelezően választhatott órát is meg lehessen tartani egyházi épületbe. Ez nem csak nekünk az érdekünk, hanem a többi felekezetnek, többi egyháznak is, ahol még kevesebb tanuló van, és csak több osztályból jön össze egy csoportra való gyerek. Tehát észszerű az, hogyha nem öt tantermet kell egyszerre rendelkezésre bocsátani az iskolának, mert nem lesz annyi helységük. Tehát ebben az értelemben mi továbbra is ezt kérjük. Nem látszik nagy készség ebben az irányban. Tehát lehet, hogy itt is valamilyen szándék működik, majd meglátjuk. Térjünk át a Karitász kérdésére. Örömmel fogadjuk mindig itt a Majálison is a Karitász sátrat, illetve a szeretett műveivel foglalkozó közösségeket. Hogy látja, mennyire élő a katolikus karitatív munka, nem csak magának a szervezetnek, a kérdését említeném, és milyen ajánlásokat tenne nekünk? Hát az első az, ami azt hiszem, hogy sok országban jellemző, hogy nem az a szervezet nyújtja a legtöbb segítséget, amelyik a legtöbbet beszéltet magáról. A katolikus karitászról viszonylag kevesebb a média propaganda, de a segítség mennyiségét illetően nem kell szégyenkeznünk, tehát a nagy állami rendszerek után a katolikus karitász következik. Ezt minden egyes katasztrófa eseménynél vagy súlyos szükséghelyzetnél Magyarországon is számszerűen ki tudjuk mutatni. A másik fontos dolog, hogy természetesen erősítjük mi a propagandát, csak nem mindig fogadják el a reklámainkat úgy, mint esetleg másokét. A másik fontos dolog, hogy vannak a plébániai karitász csoportok. Ma már szinte minden plébánián működnek, ezek nem külön jogi személyek, nem kívánnak bürokráciát, nem kell hozzájuk, nem tudom én milyen nagy intézményes háttér, hanem önkéntes segítők, jól megszervezve el tudják érni azokat, akiknek azon a területen a legnagyobb szükségük van rá. És ez egy óriási erő, ebben pozitív fejlődést látok. Hit és művészetek. Püspöki kar idén ősszel is egy jeles eseményt készít elő. Egyházmegyénkben a Nyitott templomok éjszakája, Szakrális művészetek hete igen nagy megbecsülést szerzett. Hogy látja a művészetek hit közvetítő, hit erősítő erejét és jelentőségét a főpásztor? Tehát a mai ember számára ez fontosabb, mint valaha, mert az emberek képekben, az emberek a szemük előtt láthatóan és hallhatóan lejátszódó rövid történetekben gondolkodnak és éreznek. Tehát ezzel lehet legkönnyebben megközelíteni őket, bizony a látvánnyal, bizony a hanghatásokkal, bizony a művészetnek az eszközeivel. És persze fontos az, hogy miközben ezeket használjuk, tudjuk azt, hogy most a hitünk gazdagságából mit adunk tovább. Tehát nem mindent, hanem azt a részt, azt a hangsúlyos pontot, amit ez az eszköz kifejez. És itt azért egy nagyon fontos dolgot el kell mondanom, hogy most a hitévében, vagy az új evangelizáció idején két fő igazságot kell nekünk átadni a világnak. Ha ezt a kettőt átadtuk, akkor teljesítettük a kötelességünket. Az egyik az, hogy van Isten. Ezt ma nem is olyan nehéz az embereknek megmondani. Mert a természettudományok, a fizika, a csillagászat akkorát fejlődött, hogyha belegondolunk abba, mennyire relatív a tér és az idő, egyáltalán a világ mindenség, az anyag és az energia hogy jár át egymásba, akkor szinte el tudjuk képzelni, hogy hát a látható vagy a teremtett anyagvilágon túl valami más is van. És az a valami, az túl van az időn és a téren, de annak a valaminek a lététől függ mindaz, amit mi tapasztalunk. Ha pedig az Isten
ráadásul személyes és külön ránk figyel, terve van velünk, szeret minket, akkor csodálatos ez a világ. Akkor nem értelmetlen, akkor nem a véletlen termékei vagyunk, hanem sokkal nagyszerűbb körülmények közt élünk, mint ahogy gondolnánk. Tehát Isten léte elemi erejű valóság, ami a saját mindennapi életünket is át kell, hogy alakítsa. Tehát nem véletlen, hogy azt találjuk a fő parancsban is, hogy szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Mert ha egyszer van egy ilyen Isten, aki minden fölött áll, és mindent átjár, és mindenben benne van, akkor ő a mi életünkben is csak a legelső lehet. A másik nagy igazság pedig Jézus Krisztus. Tehát Isten Jézus Krisztusban mondta ki magát teljesen és végérvényesen az emberiség számára. Jézus Krisztus pedig valóságos Isten és valóságos ember. Tehát igazi történelmi személy, akinek volt szülőföldje, volt anyanyelve, volt édesanyja és voltak rokonai, akinek az életét a kortársak emlékezete megőrizte, akinek a tanítványai továbbadták mindazt, amit tanított, mindazt, amit tett és ami körülötte történt. Tehát akkor a Jézus Krisztusig vezető út, az a történelmi megismerés útja, az egyházon, a tanítványok közösségén keresztül vezet. Tehát ha ezt a két nagy igazságot sikerül átadnunk, akkor a hitünknek a lényegét mondtuk el. Ez most a Hit évében különösen is aktuális. Bíboros atya tegnap délután meglátogatta a szemináriumot, és kispapjainknak sok érdekes kérdése hívta föl a figyelmet. És többek között a szolidaritásról is beszélt, és a nehéz helyzetben levő keresztény testvéreinkről. Esetleg mondana néhány gondolatot róluk, mi ott igazából a probléma, a Közel-Kelet? Világszerte aggasztóan növekszik a vallási türelmetlenség. Erre nézve nagyon aggasztó statisztikák vannak Indiában, Indonéziában, Afrika egyes országaiban, de sajnos a Közel-Keleten is. Na most ezt a jelenséget nem lehet egyszerűen tudomásul venni, hanem szólni kell, meg kell fogalmazni egyrészt a jajkiáltást az üldözöttek érdekében, másrészt pedig a felelősséget, hogy igenis a világ felelős azért, hogy mi fordulhat elő. Ahol egy vallás híveit így lehet üldözni, ott holnap bárkit, bármiért ugyanez érhet. Tehát nem lehet csöndben és hallgatással napirendre térni e fölött. Közel-Keleten szörnyű események történnek, tudjuk azt, hogy a polgárháborútól kínzott Szíriában, különösen a keresztények ellen nagyon kemény atrocitások esnek meg nap mint nap, és úgy tűnik, hogy célzottan azért, hogy a keresztények meneküljenek el az országból. De ezek nagyon régen ott élő emberek. Tehát Krisztus kora óta élnek Szíriában keresztények, ezeknek a közösségeknek egyik másika a liturgiában még az arám nyelvet használja, ami Jézus Krisztusnak az anyanyelve volt. Ezeknek kéne onnan elmenni, mint idegen elemnek. Vagy Egyiptomban, ahol több mint 10 millió keresztény él. Nap mint nap megtámadják a kopt közösségeket, rájuk gyújtják a házat, a templomot. Ezek az emberek, akik az ősi egyiptomiaknak az utódai, most egyszerre úgy érzik, hogy menekülniük kell a saját hazájukból. Tehát ebben azért a nemzetközi közösségnek is volna teendője. Nekünk pedig, mint hívő embereknek, azért a szolidaritás is a kötelességünk. És ez sokszor abban nyilvánul meg, hogy aki ide érkezik, akinek olyan helyzete alakul ki ott, hogy kénytelen a saját hazáját elhagyni, azt próbáljuk meg segítő szeretettel fogadni. Azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos része a kereszténység küldetésének, a közösségi egységnek, annak, amit Jézus mondott, hogy arról ismerjenek meg benneteket, hogy hogy szeretitek egymást. Van-e Európában keresztény üldözést, kérdezik néha?
Természetesen nem arra gondolunk, hogy az emberi jogok bizonyos szempontból nem érvényesülhetnek, de mindenképpen a keresztény szellemiséggel, az egyház életével szembe időről időre lehet tapasztalni ellenáramlatokat. Mi erről főpásztor véleménye? Nem csupán. Igenis vannak az emberi jogoknak brutális megsértései Európában is. Igenis van olyan, hogy bombát robbantanak az ortodox templom előtt Svájcban. Igenis van olyan, hogy egy egész országban egy éjszaka százával döntik le a feszületeket köztereken. Igenis van olyan, hogy embereket fizikailag bántalmaznak azért, mert gyakorolják a vallásukat. Tehát ezek az emberi jogokhoz is tartozó ügyek már. Na most létezik egy obszervatórium, a keresztény gyűlölet, a keresztény ellenes megnyilvánulások és jogszabályok, megkülönböztető jogszabályok gyűjtésére. Ez az obszervatórium évről évre leadja a jelentését, ez hozzáférhető nyomtatott formában és az interneten is. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük ezt, és rá fogunk jönni, hogy bizony még olyan nyugati országokban is, mint mondjuk Anglia, gyakran nagyon kemény dolgok történnek. Bizonyára egy csomó pozitív jelzés is tapasztalt a főpásztor, hiszen pápa választás kapcsán a világ bíborosaival hosszabb időt töltött együtt. Ne csak a gondokról beszéljünk. Mik azok az örömök, amelyekben a körben megfogalmazást nyertek? Az örömök sokfélék. Hát ahogyan a világ egyre kisebb lesz körülöttünk, a tömegtájékoztatásnak hála, úgy ismerjük meg egyre jobban egymást, nem csak bíborosok, hanem katolikusok, keresztények is. Úgy lesz egyre inkább egy-egy ország lelki értéke vagy kincse közkincsé a világegyházban. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon pozitív fejlemény. Pozitív fejlemény az is, hogy most már globálisan érezzük egymásért a felelősséget, és a segítő szeretet nagyon hamar el tud jutni a Föld egyik pontjáról a másikra. Nagyon fontos dolog az is, hogy részben a külső nyomás miatt, részben azért, mert nagyobb távlatban tekintjük önmagunkat, hát a különböző keresztények között az összetartásnak az érzése, az is erősödik. Vannak olyan országok, ahol a teljesen elvilágiasodott társadalomban az evangelizáció úgy történik, hogy az egyes keresztény felekezetek, na nem teljesen együtt, mert amíg nem vagyunk teljes közösségben, ezt nem lehet, de egymással szolidárisan, egymást segítve próbálják a kereszténység újjáélesztésének az ügyét előmozdítani. Szép példákat láttunk erre a kommunizmus után újjáébredő Kelet-Európa országaiban. Egy máriak egy helyen gyűltünk össze, és úgy tűnik, mintha a zarándoklatoknak, a kegyhelyek látogatásának egy új reneszánszát élnénk. Zarándok utak épülnek, és ott nem csak maga az út, hanem az úton való célbaérés is megjelenik. Hogy látja bíboros atya ezeknek a formáknak a jelentőségét, értékét? Ez megint a mai embernek a kulturális állapotával függ össze. Sokan sokkal érzékenyebbek lelkileg egy utazásra, egy közösségi mozgásra, egy zarándoklatra, mint hogyha csupán olvasnának valamiről. Tehát tömegek kelnek útra, egyébként is tömegek utaznak, de zarándok útra is tömegek kelnek, és a régi kegyhelyek mindenütt olyan statisztikákat mutatnak föl, ami minden korábbit felülmúl. Adja Isten, hogy nálunk is itt Mária remetén is ez így legyen. De ha elmegyünk a sátrak között, akkor találunk magyarországi zarándok utakat. Tehát egyik út a másik után nyílik meg, ahol gyalogos zarándokok, csoportok kegyhelyről kegyhelyre imádkozva járhatják be az országot. Tehát egyfelől úgy érezzük, hogy divat, másfelől úgy érezzük, hogy valami, ami a mai ember lelkéből fakad, egy nagy lehetőség az evangélium számára. És végső kérdés bíboros atyának. Van-e még valami olyan gondolata, amit most szeretne velünk megosztani biztatásként, hiszen olyan gyönyörűen mondta, hogy a Jóistenről és Jézusról világos egyértelmű tanítást. Akár-e most pünkösd ünnepén még valamit hozzátenni? Egy egyszerű kis jó hírt, azt, hogy a minap megjelent a világon legelterjedtebb ifjúsági katekizmus magyarul is. Az a címe, hogy Lyukat, Y-nal az elején, a madridi ifjúsági világtalálkozóra adták ki először angolul és németül.
Mostanra elkészült a javított kiadásnak a magyar fordítása, és reméljük, hogy ez az ifjúsági csoportokban, felnőtt közösségekben is a hit közös tanulmányozásának egy biztos eleven és a lelket fölmelegítő vezérfonala lesz. A Kairosz kiadónál jelent meg egyébként a könyv, és a kispapoknak a sátránál talán még látható, mert ők már kaptak belőle példányt. Köszönöm szépen! Értéket adunk az időnek.